Sziasztok! A most következő videóban összerakjuk mindazt, amit eddig tanultunk. Az elméletet a gyakorlatban próbáljuk ki, itt az ideje, hogy egy működő áramkört építsünk. A példa segít megérteni az omtörvényt, valamint szemlélteti az áramkör tervezésének alapjait is. Lássunk hozzá! Egyszerű, csak néhány áramköri elemet, energiaforrást, fogyasztót tartalmazó áramkör esetén az áramkör összeállítását akár a tényleges áramköri elemek levajzolásával is ábrázolhatjuk. Például egy zseblámpatelep és egy zseblámpaizó összekapcsolását. Könnyen beláthatjuk azonban, hogy bonyolult, akár több száz vagy több ezer áramköri elemből álló államkö esetén az ilyen rajz olvashatatlan, használhatatlan lenne. Ezért az áramköri összeállítását mutató kapcsolási rajzon az áramköri elemek egyszerűsített jelképeit, rajzjeleit használjuk. Ezek az egyszerűsített jelképek az ideális tulajdonságú alkatrészeket jelölik. Most az előbb lerajzolt összeállítás kapcsolási rajzát láthatjuk. Az U hatására az ellenálláson I áram alakul ki az áramkörben. Figyeljük meg, hogy a vezetékeken az áramot ábrázoló nyíl megállapodás szerint a feltételezett pozitív töltéshordozók áramlási irányát mutatja. Az energiaforrás jelképező áramköri elem a feszültséggenerátor, amelynek kivezetései másképpen kapcsai, sarkai között az energiaforrás új kapocs feszültsége jelenik meg. Figyeljük meg, hogy az U feszültséget jelző nyíl a megállapodás szerint a feszültséggenerátor pozitív pórusától a negatív pórus felé mutat. A fogyasztó általános modellje az ellenállás. Magáról az ellenállásról már nagyon sokat beszéltünk, ezért most részleteiben nem térünk ki rá. A vezetéket egy összefüggő vonal ábrázolja. Megállapodás szerint, ha a vezetékek érintkeznek, akkor keresztezik egymást, ha nem, akkor pedig az egyik hurokkal megy át a másikon. Az újabb konvenció szerint viszont ha a vezetékek érintkeznek, akkor azt egy csomópont jelzi, ha nem érintkeznek, akkor pedig egyszerűen csak keresztezik egymást. Az ilyen leajzolt vezetékek tökéletes vezetőnek Tételezzük fel, melynek az ellenállása nulla, ezért bármekkora áram folyik is rajta, végpontjai között nem keletkezik feszültség. A valóságban a vezetéknek mindig van valamekkora ellenállása. Ha a vezeték ellenállásának az áramkör működése szempontjából jelentősége van, akkor azt az ideális vezetékkel sorba kapcsolt ellenállással jelezzük. A megszakított áramkört a szakadás jelképezi. Ennyi elmélet után nézzük meg, mi kell egy egyszerű áramkörhöz. Hogy megértsük, mit jelent az ellenállás és milyen szerepet játszik az áramkörben, rakjuk össze első áramkörünket, amire szükségünk lesz: tápforrás, dugaszorós próbapanel, előtétellenállás és egy led. Nézzük most sorra ezeket az építőelemeket. A kísérleteinknél ne használjunk se alkáli elemet, se akut, hanem csak egyszerű cinkszén elemeket, vagy hálózati adaptelt. Az alkáli elem nagyobb élettartammal rendelkezik, de hiba esetén például egy rövid zárnál, nagyon nagy áramot ad le, akár csak egy akú, akár 5 amper felett. Ez a vékony húzalokat vagy az elemet erősen felmelegítheti. Egy cinkszén elem rövidzárlati állama ezzel szemben többnyire kisebb, mint egy amper. Ettől ugyan az érzékenyebb építőelemek tönke mehetnek, de nem áll fenn az égés veszélye. Egyetlen cinkszén vagy alkári cella feszültsége másfél volt. Egy elemben több cella van sorba kapcsolva. Ennek megfelelően jelzik a kapcsolási szimbólumok egy elem celláinak számát. Nagyobb feszültségnél szokás a középső cellákat szaggatott vonallal jelezni. A dugaszolós próbapanelon a rasterpontok mind egy-egy csatlakozási lehetőséget biztosítanak az áramköri elemek számára. A rasterek meghatározott logika szerint vannak összekötve. Ezeket az összeköttetéseket vezető sávoknak hívjuk, amik a beültetett alkatrész lábai között fémes kapcsolatot alakítanak ki. Ez a panelon általában nem látható a műanyag burkolat miatt. A szomszédos rasterek kötöttek, de mindig csak az egyik irányban. A dugaszoros felület középső részén függőlegesen, a peremen pedig vízszintesen helyezkedik el az összeköttetés a tápvezeték számára. Az alkatrész beültetéséhez viszonylag nagyobb erő kell, a kivezetések ettől könnyen megtörnek. Fontos, hogy a lábokat pontosan felülről vezessük. A kivezetést lehetőleg röviden a panel fölött fogjuk meg, és függőlegesen nyomjuk lefelé. Így az érzékenyebb csatlakozó vezetékek is törés nélkül beültethető. A próba panel előnye, hogy nem kell forrasztani, és bármikor szétszedhető az áramkör, így az alkatrészeket újra fel lehet használni egy másik áramkörben. Az ellenállás. Az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb áramkör jelen az ellenállás. Feladata, hogy megfelelő mértékű elektromos ellenállás biztosítson egy áramkör adott részén, vagyis meghatározott mértékű áramkorlátozó képességgel kell rendelkeznie. Részletesebben előző videómban beszéltünk róla, ezért nem fogunk most kitérni rá. A tápforrással és az ellenállással már megismerkedtünk, de mi a LED? A LED a Light Emitting Dióda rövidítése, magyarul fénykibocsátó dióda, egy kétlábú áramköri elem, amely elektromos áram hatására fényt bocsát ki. A dióda által kibocsátott fény színe a félvezető anyag összetételétől, ötvözőitől függ. A legegyszerűbb módja, hogy működése bírjunk egy led hogy veszünk egy 3 voltos gombelemet, aminek a pozitív oldalához a LED hosszabbik lábát illesztjük. Ezt később még meg fogjuk magyarázni. A LED üzemeltetésére egyen feszültség szükséges. Ha a led el kapcsolt feszültség elér egy bizonyos szintet, ezt nyitó nevezzük, akkor a LED kinyit, áram folyik rajta, és elkezd világítani. A látható fény tartományában a LED színe lehet fehér, zöld, sárga, kék, piros és narancsárga, a látható tartományon kívül pedig infavörös vagy ultraibolya. A nyitófeszültséget a LED színe határozza meg. Ez nem pontos és nem állandó érték, változik, és egy típuson belül is van szórása. A ledek előnye, hogy a kimeneti fény előállításához alacsony áramerősséget és feszültséget igényelnek, kicsi a fogyasztásuk, kevéssé melegszenek, nagy a kapcsolási sebességük, kis helyen elférnek, ütésállók és nagy az élettartalmuk. Mi most a példánkban a legelterjedtebb 5 mm átmérőjű, furatszerelt okozású, piros színű verziót fogjuk használni. A led diódák beépítésekor a polaritása nagyon ügyelni kell. A LED rajz jelében szereplő háromszög, mint egy nyíl, mutatja az áram átfolyásának az irányát. Ha a feszültséget fordítva kapcsoljuk rá, akkor egyáltalán nem folyik áram, illetve egy bizonyos feszültség érték felett az áram hirtelen megindul, és a LED tönkre megy. A rajzon erre ügyelve a LED anódjára kapcsoljuk az elem pozitív pólusát, a LED katódjára pedig a negatívot. A LEDnek az anóda pozitív, hosszabb szárú, a katód pedig a negatív, rövidebb szárú lába. Az anód egy olyan elektródát, fém kivezetés jelent, amiből elektronok lépnek be az áramkörbe. A katód az ellentétes töltésű elektróda, amire átáramlanak az elektronok a leden belül. A katód szár tart egy tárcát, amihez az anód lábból egy kis vezeték érkezik. A műanyag burkolat oldala a katód egyenese van vágva. Ez segítségünkre lehet a katód és az anód megkülönböztetésére, amennyiben a lábakat már rövidre vágtuk. A sima vezető anyagoktól eltérően a leden és a többi félvezetőn átfolyó áram nem egyenesen arányos a rákapcsolt feszültséggel. Ha a találomra kísérletezni kezdünk egy piros leddel, akkor azt tapasztaljuk, hogy a feszültség egész kicsi változása is nagyon nagy áramváltozást és ezzel együtt teljesítményváltozást okoz. Ráadásul ezek a feszültségértékek erősen függenek a hőmérséklettől is, ami tovább bonyolítja a helyzetet. Ezért a gyártók nem az üzemi feszültséget adják meg a ledeknek, hanem azt, hogy mekkora árammal lehet üzemeltetni, például maximum 20 mA. A LED üzemeltetésére egyenfeszültség szükséges, és a LED-en átfolyó áramot korlátozni kell, a legegyszerűbb és legkevésbé hatékony módja az áram korlátozásának az előtétellenállás használata. Minden alkatésznek van adatlapja, melyet vagy hozzácsomagolnak, vagy az interneten elérhető. Ebben megtalálható, hogy mekkora feszültség szükséges a LED biztonságos üzemeltetéséhez. A különböző színű LED-nél ez eltérő lehet. Ezért, ha nem a piros 5 mm-es ledet használunk, a példámban megjelölt ellenállásérték érték nem biztos, hogy megfelelő. Ilyenkor az OM törvény segítségével kiszámolható, hogy az adott esetben milyen értékű ellenállásra van szükség. Az 5 mm-es piros led adatlapján olvashatjuk, hogy a nyitófeszültség 1,8 2,2 volt között van, ahol 20 mA áram folyik át rajta. Ezzel az információval már képesek vagyunk a ledünket, az áramkörünket megfelelően méretezni. A nyitó nem állandó érték, ezért az ellenállás túlméretezése javasolt. Célszerű a nyitó alsó értékére méretezni az előtét ellenállást, hogy véletlenül se folyhasson túl sok áram a leden. Ezért 1,8 voltal fogunk számolni a továbbiabban. A számításhoz ismerjük az áramkör bemenő feszültségét, ez 5 volt. A LED nyitófeszültsége feszültsége 1,8 volt. És a LED adatlopjából azt is megtudtuk, hogy maximum 20 mA áram folyhat a leden. Biztonsági megfontolásból a maximális áram felével 10 mA ral érdemes csak meghajtani a ledet, mivel ekkor már elegendően nagy fényt ad, és a keletkező hő sem süti meg. Az előtét ellenállás méretezésénél először azt kell kiszámolnunk, hogy hány volt feszültségnek kell esnie az előtét ellenálláson. Ezt az alábbi képlettel tudjuk majd Kiszámolni. 5 voltból kivonva az 1,8 voltat megkapjuk, hogy az ellenálláson 3,2 voltnak kell esni. Tehát olyan ellenállásra lesz szükség, ami 3,2 volttal csökkenti a feszültséget, így a lethez már csak 1,8 volt jut el. Az OM törvény alkalmazásával kiszámolható az ellenállás értéke. Persze, Ilyen ellenállás nem lesz a fiókban, ezért kerekítve válasszuk a szabványos 330 ómos értékűt. Az ellenállás névleges értékén túl fontos ismernünk az ellenállás teljesítményét is amit a feszültség és az áram szorzatával kapunk meg. Tehát ebben az áramkörben az ellenállás 0,032 wattot fog hővé alakítani. Mivel ilyen értékű gyárilag nincs forgalomban, az 1,8 wattos megfelelő lesz. A lényeg, hogy nem lehet kisebb annál, amit kiszámoltunk. Sokkal nagyobb értékű használata sem ajánlott, mert esetleg nem jut elég áram az alkatrészhez. Mielőtt megnéznénk, az államkölt a gyakorlatban is, még egyszer tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy egy adott lederé mekkora előtét ellenállása van szükség. Most tulajdonképpen melyik ellenállást tegyük be az államköltbe a piros lederé, ha a táblázatra tekintünk? A válasz az, hogy mindegy 220 ohm és 1 kg között bármelyiket, ami a fiókban van. A kérdés csak az, hogy miért. Mert nem precíziós beállítása van szükség, sőt, a LED gyártásához kötötten a műszaki paramétereiben is nagyon nagy szórás lehet. Így az ökölszabály LED esetén ha 5 volt a támfeszültség, akkor 220-680 Ohm között a jellemző érték, ha 12 volt, akkor 680-1,5 kOhm értékű az előtét ellenállás. Ezzel már a legtöbb gyakorlati problémát meg tudjuk oldani, és most nézzük meg, hogyan rakjuk össze az első áramkörünket. Az áramkő összeállításánál először az 5 voltos elemet kötjük be a próbapanelba. Az elem hajlékony húzalú, leónozott csatlakozó végei közül először a földet, majd a pozitív pólust csatlakoztatjuk a panelhoz. A panelon a felső vezetősában így minden rasztelpontban pozitív, az alsó vezetősában pedig negatív bekötési pont található az elemhez. Ezután egy rövid kábel aminek a végeit célszerű leonozni, lehozzuk a tápvezetéket a próbapanel belsejébe. Sikeres bekötés után az áram haladási irányának megfelelően el kell helyeznünk az elméleti részben kitárgyalt és méretezett LED előtét ellenállást. A próba panel közepén egy mélyedés figyelhető meg, ami a függőleges rasterpontokat két ötös csoporta bontja és szakadásként viselkedik. Fogjuk meg most a ledünket és annak hosszabbik anódlábát illesszük a vörös távvezetékhez, mivel a konvenció szerint az áram a pozitív oldal felől folyik a föld irányába. Végül zárnunk kell az áramkört egy újabb, rövid vezeték darabbal, bekötjük a földbe. Láthatjuk, hogy az áramkör működik, mivel a vörös led fényesen világít. Ha megszakítjuk az áramkört, akkor a led nem fog tovább világítani, mivel elektromos áram csak zárt áramkörben folyik. Viszont, ha a szakadást megszüntetjük, akkor újra felvillan az apró led fénye. Miután kigyönyörködtük magunkat első áramkörünkben, fogjuk meg a multimétert, és mérjük meg, hogy mekkora feszültség esik a LED kapcsain. A multimétert állítjuk helyes mérési tartományban. A mérőcsúcsokat helyezzük a LED lábaihoz, és olvassuk le a műszert. A mért 1,85 voltos érték szint azonos a számításnál használt nyitófeszültség értékével. Azt gondolhatnánk, hogy készen vagyunk. De idővel egy kérdés felvetődhet bennünk. A led előtét ellenállást mindig a led előtt kell elhelyeznünk az áramkörben? Most nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, ha az előtét ellenállást nem a led elé nevének megfelelően, hanem a led mögé kötjük be az áramkörbe. Szedjük szét az áramkört, és rakjuk össze. Csak most az ellenállást a led. Mögé kerüljön. Figyeljünk oda, hogy a LED pozitív lábát illesszük a távvezetékhez, és a negatív lábához kössük a LED előtét ellenállást, végül az áramkört zárjuk. A kísérlet azt mutatja, hogy a LED ebben az esetben is tökéletesen működik, pedig az áramot csak a LED után korlátoztuk le. Vagy mégsem? Hogy is van ez pontosan? Ha megnéztük az áramkör felépítését, megjegyeztük, akkor nézzük meg, hogy az elmélettel hogyan magyarázható ez a kísérlet. Láttuk a gyakorlatban, hogy teljesen mindegy az, hogy az előtét ellenállás a LED előtt vagy után van, a LED ugyanúgy működik tovább, az áramkör megbízhatóan teszi a dolgát. Milyennek a fizikai magyarázata? Először is a víz analógiára gondoljunk vissza. Ha a csővezeték keresztmetszete változik, egy adott keresztmetszetben áramló folyadék mennyisége nem fog változni, vagyis minden keresztmetszetben, ugyanannyi folyadékmennyiség áramlik át. Ez csak úgy lehetséges, ha a kisebb keresztmetszetben a folyadék nagyobb, a nagyobb keresztmetszetben pedig kisebb sebessége áramlik. Ezt a törvényt a folytonossági törvénynek nevezik. A folytonossági törvényt a víz analógia alapján kiterjeszthetjük az elektromos áramra is. A fenti megfogalmazás valahogy így szólna. Állandó áram esetén egy vezető bármely két keresztmetszetén ugyanakkora az áramerősség. Természetesen Gondolatkísérlet segítségével is beláthatjuk megállapításunk helyességét. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy egy vezetőben különleges körülményektől eltekintve elektromos töltés nem keletkezik és nem tűnik el, vagyis a töltés mennyisége megmarad. Ebből következik, hogy ha egy vezetőben időben állandó áram folyik, akkor a vezető egy keresztmetszetén delta t idő alatt delta q1 egyenlő nagy i1 szó delta t átment töltéssel két dolog történhet. Az első eset az, hogy a töltés a többi keresztmetszeten, például a kettes keresztmetszeten és ugyanannyi idő alatt megy át, tehát delta q1 egyenlő delta Q2-vel. Ez azt jelenti, hogy I1 egyenlő I2-vel, vagyis a vezető minden keresztmetszetén ugyanakkora az áramerősség. A kettes eset esetén a töltés egy része a vezetőnek az egyes és kettes felülete közötti térfogatban marad, és a kettes felületen kisebb, de időben állandó áram megy tovább. Ilyenkor az említett térfogatban a töltés mennyisége időben növekszik, a töltés ott felhalmozódik. Időben állandó áram csak akkor jöhet létre, ha a vezetőben az elektromos térerőség időben állandó. A töltés fokozatos felhalmozódása azonban időben változó erőteret és egy időben változó áramot eredményezne. Ezért időben állandó áram esetén a vezetőben nem lehetséges töltés felhalmozódás. Ez azt jelenti, hogy a második esetet el kell vetnünk, maradt tehát az a tapasztalat által is megerősített lehetőség, hogy állandó áram esetén egy vezető bármely két keresztmetszetén ugyanakkora az áramerőség i1 egyenlő i2-vel. Hasonló meggondolásokat tehetünk egy csomó pont esetében is, na de ne szaladjunk ennyire előre. Összefoglalás a mai alkalommal összeraktuk első áramkörünket, és a gyakorlatban alkalmaztuk az ohm-törvényt. Megismerkedtünk a led és talán általa közelebb kerültünk egy picit az elektromosság mélyebb megértéséhez. Jegyezzük meg, hogy a a szabályozást az áramerősség végzi, nem a feszültség. Az áramkorlátozó ellenállás mindegy, hogy az áramkörben a LED előtt vagy után van mivel a rendszer úgy működik, mint a víz a vezetékben. Mindegy, hogy a szűkület a vezeték adott keresztmetszete előtt vagy után van, az adott keresztmetszeten átfolyó vízhozom ugyanakkor a marad. A vezetékben a víz az összes keresztmetszeten ugyanakkor a vízhozammal kell, hogy átfolyjon, különben megszakadna a folyamatos vízoszlop. Nagy lépést tettünk ma előre, a legfontosabb alapismereteket sikerült átvennünk. Természetesen még igen sok ismeret van hátra, amit meg kell ismernünk és meg is kell értenünk. Most köszönöm, hogy ma is velem voltatok. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel csatornánkra, észrevételeiteket pedig ne tartsátok meg magatoknak. Szép nyaralást, sok pihenést kívánok minden kedves hallgatónak, nézőnek, szeptemberben találkozunk. Sziasztok!